A Median szerint a kétfarkú kutyapárt a legnépszerűbb az ellenzéki oldalon a 40 alattiak körében. A fiatalok között a felmérés alapján a párt csak 3%-kal marad le a Fidesz mögött. Vendégünk Kovács Gergely. A kétfarkú kutyapárt elnöke, jó estét kívánok! Jó estét, sziasztok! Median felmérése meglepett sokakat. Ön is meglepődött, hogy a 40 év alattiak körében önök a legnépszerűbb ellenzéki párt? Hát különösebben nem lepődtem meg, nyilván ez a szankciók, vagy Brüsszel miatt van, vagy lehet, hogy azért, mert mi azt csináljuk, amit... Ez egy büntetés a kutyapártnak? Hát így is nézhetjük. De mondom, az is előfordulhat, hogy mi azt csináljuk, amit mindenki mond, hogy csinálni kéne, csak nem csinálják. Mi tényleg minden erőnkkel azon vagyunk, hogy mindenféle közösségeket próbálunk építeni minél több városban, az országban, amit tényleg filmklubtól kezdve bármilyen városfelújításig lehet. És akkor ezt szerintem tök jól halad nálunk. A pártigazgatójuk azt mondta a Hír TV-ben, ezt föl is írtam magamnak, hogy el kell ismerni, hogy a Fidesz sokkal jobb, sokkal hitelesebben, sokkal hatékonyabban hazudik, mint az ellenzék. Ezt jó lenne most már tudomásul venni az ellenzéknek is, picit más pályára átállni. Na most ezt hogy értsük? Akkor önök meg jobban hazudnak, mint az összes többi párt? Kicsit majdnem olyan jó, mint a Fidesz, vagy van hová önöknek még fejlődni? Hát a hazugságban mindig van hová fejlődni, de úgy tűnik, hogy most már legalább a fiatalok elhiszik, amiket hazudunk nekik, és akkor már csak várnunk kell, és amikor ezek a fiatalok majd idősek lesznek, akkor már majd ők is rájuk akarnak szavazni. És akkor nyer a kétfarkú kutyapárt. Azt picit komolyabban, azt meg tudja mondani egyébként, hogy ön szerint miért jöttek fel ennyire a 40 év alatti a körében? Jó kérdés. Hát nyilván azért a többi szereplő is elképzelhető, hogy talán tehet el a dologról. Egyébként nem kezdte egy hatalmas változás, hogy nekünk ugye most több lett az állami támogatásunk, mert jobb eredményt értünk el a választáson. És végre meg tudtuk azt csinálni, hogy felvettünk alkalmazottakat, akik regionális koordinátorok. Ugye hozzánk rengeteg passzívista jelentkezett mindig, és ez volt a nagyon nagy problémánk, hogy egyszerűen nem volt energiánk, meg időnk arra, hogy mindenkivel személyesen beszéljünk, mindenkinek megtaláljuk, hogy hogyan tud bekapcsolódni. És ez most egy nagy változás, hogy ezt tudjuk csinálni. Nem tudom, több mint 2000 ember egyébként jelentkezett hozzánk a választás óta. Most egyébként havonta... Passzivistának? Aha. És több mint 2000? Aha, és még úgy tudják csinálni is akarnak valamit. Ha azt is megtudhattuk, mert mint a kommunikációs igazgatójuktól, hogy nem viccelik el az önkormányzati választást, mert hogy folyamatosan folyik a jelöltjeik felkészítése. A Mandinernek beszélt erről egyébként. Hogyan? Hány jelöltjük lesz? Lesz-e mindenhol? Hogy állnak most, és hogy készítik fel a jelölteket? Igen, hát ugye a probléma gyökere az, hogy kevés olyan szakma van, ahol semmihez nem kell érteni, vagy kevés olyan munkakör van, nem is szakma, hanem munkakör, és ilyen az önkormányzati képviselőség. Hát azért az ön is, nem? Én pontosan akkor... így jártam, tehát én amikor bekerültem az önkormányzatba, én talán még hónapokkal később is olyanokat nyilatkoztam, hogy viszonylag tisztességesnek tűnik a hegyvidéki önkormányzat működése, és nem szeretnénk, hogyha a többiek is esetleg hasonló problémákkal kéne, hogy megküzdjenek. Úgyhogy kb. 100 ember kezdte el ezt a képzést, mostanra egyébként 160-an vannak, és hát értelemszerűen végigmegyünk azon, hogy mi egy önkormányzat felépítése, mik a feladatai, milyenek a közbeszerzések, hogyan lehet közérdekű adatokat megkapni, építésügy, stb. Gazdasági társaságok, és akkor talán tényleg olyan jelöltjeink lesznek, akik hát talán képben is vannak. Jó, de akkor nem arra oktatják őket, hogy nem kell részt venni a testületi üléseken, elég egy évben egyszer bemenni, és egyébként megkapják a fizetésüket, hanem akkor van hát itt egy tudják, komoly felkészítés is, ha jól értem. Maguktól, és akkor próbáljuk a szakmai. Nem, ez nekem tényleg nagyon különös élmény volt, amikor bekerültem az önkormányzatba, láttam, hogy olyan emberek döntenek az összességében sok milliárdos költségvetés különböző tételeiről, akik abszolút nem értenek a dologhoz. Szóval ezt jól elkerülni. Meggyőzték-e már Sert? Folyamatban, most nem veszi fel a telefon két napja, úgyhogy nem tudom, de megpróbálj. Lesznek egyébként ismert jelöltjeik? Hát vagy Sher, vagy valaki más, aki a vokóder tud használni, az a lényeg, és akkor már lehet. Egyébként akik az önkormányzati képzésünket elkezdték, ott nem tudom, hogy persze én nagyon híres vagyok, de rajtam kívül más ismertebb ember. Jó, hát egyébként meg nyilván az idősebb korosztályra kellene hajtaniuk, mert a fiatalok körében egyébként elég erősek. Igen, de mondom, azt kivárjuk, tehát az 30-40 év, addigra mostani fiatalok lesznek az idősek, és kész. Az ellenzékkel továbbra sem működnek semmilyen formában együtt? Nem történt ilyen, hát ugye most megint jön a választás, ilyenkor ugye megint megjelennek az ellenzéki hát pártok, vagy bizonyos polgármesterek, akiknek a vízből azt mondom, hogy azért jöttünk, mert a polgármestert szeretnénk adni, akkor azonnal rávágja, hogy persze, és ők ugye egy győztes csapatba hívnak minket. Nem, mi nem szeretnénk ezzel az ellenzékkel továbbra sem együttműködni. És a Fidesz-tel sem?
Hát a KDNP felé nyitottak vagyunk, de ők meg ugye a Fidesz-szel akarnak és nem velünk, úgyhogy a Fidesz is kimaradt. No, azért a viccelődésen kívül nagyon sok mást is csinálnak. A Facebook oldalukon láttam például, gyűjtést szerveztek a háború elől menekülőknek. Ez tart még? Mennyit gyűjtöttek? Törökországba is visznek például csomagot, tehát több ilyen akciójuk van. Sok minden volt, ugye most egyrészt van a laptop gyűjtés, előtte aggregátorokra gyűjtöttünk, de hát a legnagyobb szabású azért az a Help sátor volt, ami kb. Fél évig volt a Nyugatinál. Ott elképesztő mennyiségű, tehát a anyagi, tehát pénzben több mint 30 millió forint érkezett be, és akkor még hát szinte megszámláltatlan mennyiségű tárgy, és akkor persze ezeket igyekszünk. Ezt eljutották már Ukrajnába? Igen. És Törökországba eljutották, mert vagy lehet még segíteni? Azt lehet még, persze, azt még nem vittük ki. Igen. És mikor viszik ki, meddig lehet segíteni? Hú, na ez, amit nem fog tudni megmondani, de szerintem egy-két hétig még biztos. Utolsó dolog, aztán lejár az ügyünk olyan aktuális ügyekben, mint például a debreceni akkumulátorgyár építése. Belefolynak-e, tiltakoznak-e, támogatják-e valamelyik népszavazási kezdeményezést, amit még most nem biztos, hogy lesz, de ha lesz, akkor támogatják-e. Hát Győrben ott már bekapcsolódtunk, és ott segítettünk is szórólapozással, meg plakátozással. Bevallom, én azért, ahogy hallom a helyi erőket, nem igazán szeretik ha a pártok így direktben megjelennek ezekben az ügyekben, mert akkor ezt a Fidesz ki tudja használni, úgyhogy szerintem ezt azért mi igyekszünk tiszteletbe tartani, de amiben tudunk, abban nyilván segítünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.